2017. június 2-án immár 10. alkalommal indul útnak a Székely Gyors Csíksomlyó Express össznemzeti zarándokvonat a csíksomlyai búcsúra tartó zarándokok számára. A négy napos program csúcspontja természetesen a csíksomlyói Mária ünnep, a pünkösdi búcsú és a másnapi zarándoklat a történelmi Magyarország 1000 éves határára, a vadregényes Gyimesekbe. Ezen felül a vonat utasai részt vesznek Madéfalva ünnepi megemlékezésén és a székelyföldi település által szervezett pünkösdi sokadalomban. A pünkösdi forgatagot immár második alkalommal szervezzük meg. Tavaly nagy sikerű esemény volt. Nem csak a helyi embereknek fontos az, hogy történjen valami, azon kívül, hogy rengeteg sok turista van a térségünkben, hanem maguknak, a vendégeknek is fontos. Próbálunk mind a helyiek számára, mind pedig a nyilván elsősorban a turisták számára minőséget és értéket képviselő rendezvényt biztosítani. A Panoráma Világklubnak van egy világméretű hálózata, 88 országban 210 világklubunk van, és minden olyan fontos ügy mellé állunk, ami úgy gondoljuk, hogy az összmagyarság ügye, és valamilyen hidat építünk a világba szétszélett magyarság és a Kárpát-medence magyarsága között. Most azt fölismertük 5-6 évvel ezelőtt, hogy Csíksomlyó és ez a vonat több mint egy vonat, több mint egy zarándokút. Ez az összmagyarságnak egy példaértékű összefogás alatt. Úgy tervezzük, hogy erre a vonatra több mint 100 olyan embert hozunk, aki a világ magyarságát képviseli, Ausztráliától kezdve Kaliforniáig. Az első évben nem tudtak annyian erről az egészről, mint most. Itt ugye a Magyar Panoráma Világklubnak itt van az elnöke és vezetője, Tanka László barátunk, ő általa, amikor ugye sikerült sok évvel ezelőtt felvenni a kapcsolatot, azóta is hála jó Istennek nagyon-nagyon jól működünk együtt és fogunk is. Eljutott a híre minden olyan, a világ minden olyan tájára, ahol magyarok, magyar közösségek élnek. Ilyen értelemben tágul a kör, egyre többen jönnek szerencsére felvidékről. Most felvettük jobban a kapcsolatokat Kárpátaljával is, és hát természetesen vannak visszajáró törzsvendégeink, és hát az is működik természetesen, hogy mindenki hozza a barátját, a rokonát, a gyerekét, az unokáját. Úgyhogy működik ez úgy is, hát már most még nincs is katalógusunk, és már most is több százan vettek jegyet a vonatra. A szervezők elmondták, hogy a Székely Gyors a tervek szerint jövőre is 16 kocsiból álló szerelvénnyel közlekedik, mintegy 1200 utast szállítva a pünkösdi Mária ünnepre. A vonaton étterem és büfékocsi is található, ahol a kulináris élvezetek mellett autentikus magyar népzenét játszó zenekar szórakoztatja az utasokat.